Magyarországon a közelmúltban elkezdtek szaporodni, az elmúlt 3-4 év alatt pedig már rengeteg felnőtt játszótér épült, ezek olyan kültéri helyszínek, ahol tornázni és kondizni lehet ingyenesen. Stábunkkal az egyik legnépszerűbb fővárosi tornaparkban jártunk, a Margit-szigeten. Csináld bárhol és bármennyit és bármikor. Ezt a fajta szemléletet teljes mértékben kiszolgálják az elmúlt években gombaként szaporodó úgynevezett felnőtt játszóterek. Két fajtájuk van, az egyik a kültéri tornapark, amelyben kizárólag statikus eszközök vannak. Pad, korlát, rúd, függőleges és vízszintes létra, fekvő támaszárvány, gerenda, gyűrű és kötél. Ezek a hagyományos értelemben vett street workout parkok. Budapesten több mint 20 kültéri tornapark található, sárga pöttyökkel jelöltük az ábrán. A felnőtt játszóterek másik fajtája a szabadtéri fitness vagy kondi park. Ezeket a kék pöttyök jelzik a térképen, több mint 30 ilyen van a fővárosban. Ezekben dinamikus gépek vannak mozgó alkatrészekkel, például légben járó, elliptikus sétáló, evezőpad, derékmozgató, mellizomerősítő. Igazából olyasmit, mint egy konditeremben, csak jóval egyszerűbb és strapabíróbb kivitelben. És több mint 30 olyan park van a fővárosban, ahol a torna és kondi park keverve található meg. Ezek a zöld pöttyök. Mi most a Margit-szigeti tornaparkban vagyunk, hogy elmerüljünk a street workoutban. Kerekes Dániellel és barátaival, akikkel időnként együtt szokott edzeni. Ez a mozgásforma fegyencedzésként terjedt el. Az utóbbi időben a már említett street workout néva trendi, azonban itthon a saját testsúlyos edzés elnevezést kedvelik a legjobban. Ez egy funkcionális edzés, mégpedig azért, mert a testet egy egységként kezelve funkciójában használjuk. Testünk összes izmát használjuk, mivel egységként mozog, nyilván ahhoz, hogy megtartsa az ember a törzsét egyenesen, ahhoz feszíteni kell a farizmot, a törzsizmokat, a combfeszítőt, gyakorlatilag az egész test dolgozik. A saját testsúlyos gyakorlatnál az ellenállás gyakorlatilag a gravitáció adja meg. A gimnasztika alapgyakorlatokkal dolgozik, ha kezdők vagyunk, fordulhatunk nyugodtan edzőhöz. Nagyon fontos a bemelegítés, a végén a nyújtás, továbbá, hogy teljes testedzést végezzünk. József fél éve kezdte. Én is edzők segítségével kezdtem el, és nagyjából ez a felépítése, hogy felső test, aztán megyünk lefelé, de össze van írva ugyanúgy egy edzésterv, amit végrehajtok. Nagyjából egy-másfél óra. Egyfolytában mozgás. Aki belekezd, lényeges, hogy először tanulja meg biztonsággal végrehajtani az alapgyakorlatokat. A fekvőtámaszt, húzóckodást, tolóckodást, guggolást, kézenállást. Aztán jöhet a cifrázás és a freestyle. A fokozatosság elengedhetetlen. Nagyon jól felszintezhetőek a gyakorlatok, tehát egy full kezdő is tud egy sima guggolást megcsinálni úgy, hogy van hozzá segítsége, mondjuk adott esetben egy edzőheveder. Tehát mondjuk egy fekvőtámasztán 4 alátámasztási pontból csinálunk 3-at, azáltal egy kicsit instabilabb lesz a gyakorlat, egy extra terhelést kap a törzsizomzat. A húzózkodás részét szeretem a legjobban, guggolásos részeket, akkor most már lassan ott tartok, hogy fejnálni már tudok, és lassan már összetudom zárni a lábamat is. Hosszú távon erős és használható test, szálkás izomzat lesz a jutalom, és persze az erő. Az egyik legvonzóbb dolog benne, hogy eszközigénye minimális, főleg amióta ennyi helyen elérhetőek a szabadtéri parkok. De még csak azokra sincs mindig szükség. Zsolt hosszú évek óta hisz ebben a mozgásformában. Az még benne, ami a nagyon jó, hogy nem helyhez kötött. A saját testsúlyos gyakorlatokat szinte mindenhol el tudja végezni. Mind az otthonában, mind akár például bent a munkahelyen, ott is két széket összetol, rengeteg gyakorlatot lehet vele csinálni, guggolásokat, kitöréseket. Kerekes Dánielnek is ez volt vonzó benne annak idején, amikor 20 kilótól szabadult meg, hogy otthon is csinálhatta. Ő maga nem kifejezetten szereti az edzőtermi kondigépeket. Én nem szeretem a kondigépeket, szerintem nagyon kötötté teszik az ízületet, ezzel sokkal hatékonyabban lehet alakot formálni, sokkal jobbat tesz az inaknak is, ízületeknek is, ugyanis nem az lesz, mint a konditermi edzéseknél, hogy gyakorlatilag hirtelen kap egy akkora terhelést az ízület, illetve az ín. Hát innentől nincs kifogás, irány egy tornapark, vagy keresünk egy alkalmas faágat, és már mehet is az edzés.